Örülök annak, hogy lassan a végéhez közeledik az Anna Grand Hotel megújítása. Szeretettel köszöntöm a korábbi tulajdonos Lengyel Ernő urat és Nisztani urat, az új tulajdonost, és nagyon-nagyon köszönjük azt, hogy ebben a megújult környezetben rendezhetjük meg a 198. Annabált. Ernőnek pedig nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy sok-sok éven keresztül vitte azt a terhet, hogy topon legyen ez az Anna Grand Hotel, amikor ezt a bált és a bál körüli rendezvényeket szervezzük. Köszönöm mindkettőjüknek ezt, és én nagyon bízom abban, hogy az Anna Grand Ódon falai közt egy nagyon-nagyon jó bált fogunk tudni szervezni valamennyiünk megelégedésére. 198. elképesztő kimondani, talán egy európai, de talán a világ egyik legrégebbi társadalmi eseményéről beszélhetünk. Talán ilyen régmúltra visszanyúló tradíciókat ápoló, hagyományokat ápoló bárról nem is igen tudunk. És most már minden a 200. évfordulóról szól, hiszen valamilyen módon, ezt majd nyilván a kollégák, vagy akik hozzá fognak szólni, elmondják, mert minden a 200. évfordulóról, a bicentenáriumról szól, hogy 2025-ben milyen módon fogjuk megünnepelni a balatonfüredi Annabált, amely bál önmagában már nem is csak egy bál, hanem egy nagyon-nagyon komoly fesztivál, amire nagyon büszkék vagyunk. Ahogy elhangzott, az Annabál nem olyan régen Hungarikum lett, és hát a legkiemelkedőbb partnereink évek óta az Annabál és a fesztivál tekintetében az a Herendi Porcelán Manufaktúra, ami szintén Hungarikum. Szeretettel köszöntöm Simon Attila vezérigazgató, dr. Simon Attila vezérigazgató urat. Én azt gondolom, hogy csak büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen patinás cég, Veszprém megyei cég az Annabál kiemelt támogatója. Remélem, hogy megszolgáljuk majd ezt a hatalmas elismerést is, ne hozta vezérigazgató urat. És hát a fesztivál tekintetében a Magyar Állami Operaház. Köszöntöm Ókovács Szilveszter urat, és ez nem a közhely, de tényleg megnyugodva is szívből gratulálok a tekintetben, hogy ismét Magyar Állami Operaház igazgatója lett, és remélem folytatódik az a gyümölcsöző együttműködés, amely szerintem a fesztivál kapcsán egy nagyon-nagyon picit erőteljesen az ő személyéhez kötődik. A fesztivál tekintetében kiemelt partnerünk még a Hagyományok Háza, a Prímás versenyt, és hát azt a megújuló Prímás verseny helyébe lépő valamit, azt velük együtt bonyolítjuk. Szeretném kiemelni, hogy igen-igen jelentős projektben vesz részt ez a térség. Veszprém-Balaton Európa kulturális fővárosa, Isten hozta Mészáros urat. Szeretnénk méltó partnerek lenni Veszprém mellett. 2023 Veszprém Balaton Európa kulturális főváros projekt tekintetében, és hát komoly támogatást kapunk mi ezen projekt keretében, mint infrastrukturálisan, erről már sokat beszéltem, mint pedig a programok tekintetében. Hölgyeim és uraim, ez a bál, ez alapvetően az első bálozó lányokról szól. Ebben az évben ismét meghívást kaptak a 18 éves első bálozó balatonfüredi kisasszonyok. Többen elfogadták a meghívást. Az újdonságról szintén be fognak majd számolni, mert a sajtó mindig azt kérdezi, na jó, de mik az újdonságok 2023-ban az Annabál tekintetében. Talán azt kell mondjam, hogy nekem a legkedvesebb lesz valószínűleg a szerenádok éjszakája, ahol vonózenekarok fognak szerenádot adni éjjel ezen balatonfüredi hölgyeknek, kisasszonyoknak. A főszervezője a bálnak a Füredkult, a fesztivál igazgató Schmidtné Kosicki Anett. A hivatal dolgozóival és a Füredkül dolgozóival óriási munkát végeztek. Köszönöm nekik az eddigi szervező munkát. Nagyon erős, kreatív csapattal álltunk föl ebben az évben is.
az Anna Bál és az Anna Fesztivál szervezése tekintetében. És hát engedjék meg, hogy megköszönjem külön a támogatóknak a segítségüket, mert talán soha nem volt annyira szükségünk a szeretetükre, az együttműködésükre, a megértésükre, a támogatásukra, mint ebben az évben. De hála Istennek ez az együttműködés, ez megvolt. A fő támogatók, erről már szó volt, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT és a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros Program, támogatók a MOL Új Európa Alapítvány, a 77 Elektronika Kft., a Szerencsejáték ZRT, az MVM, Monis, a Luar Resort, a Ferropress Fémipari Szolgáltató Kft. És a Cigle Flamingo Hotel Kft. Szeretném kiemelni, mint ahogy már megtettem, hogy további közreműködő partnerek is részt vesznek, a Nemzeti Lovasdíszesség, a Reformkori Hagyományőrzők Társasága, együttműködő partner a Katizob Divatház, az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárat, a Feelgood Kft., a Nemzeti Ménes Birtok és Tangazdaság ZRT Mezőhegyesről és a Bábolna Nemzeti Ménes Birtok. Köszönöm mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a 198. Anna Bál és Anna Fesztivál sikeréhez. Esetemben mindig fölmerül, hogy milyen minőségemben ülök egy asztalnál. Hát valóban így van, nagy megtiszteltetés, hogy most már évek óta együtt dolgozhatok a Füredkult remek csapatával, olyan kreatív ötleteken, mint például a polgármester úr által is említett Szerenádok éjszakája, amelynek szakmai partnere a Hagyományok Háza. A Hagyományok Házával amúgy is hagyományosan jó a kapcsolata a városnak, hiszen két évenként Balatonfüred prímás versenynek ad otthont, és szerettük volna, hogyha a köztes években is történik valami, ezért nyúltunk ehhez a régi új hagyományhoz. Ne felejtsük el, hogy Bihari, Lavotta, Csermák, a klasszikus prímás triásznak a városában vagyunk, akik a nemzeti népléleknek olyan dialektusait indították világhódító útra, mint a Verbunk vagy a Csárdás éppen, és hát ennek egy szép reprezentatív darabja az a pillanat is, amikor fiatal férfiak fiatal hölgyeknek énekelnek cigány zenekari kísérettel. Ezt most mi 2023-ban intézményesítettük, a gyönyörű reformkori városrésznek egy gyönyörű teraszára várjuk az első bálozó hölgyeket, hogy a bátor és kevésbé bátor udvarlóik zenekari kísérettel énekelhessenek nekik, de ki tudja, nem jár-e arra Ókovács Szilveszter vagy Jómagam, minket is föl lehet kérni egy-egy szívhez szóló dallam megszólaltatására, hogyha éppen úgy adódik. A tréfát félretéve egyébként ez a nap és ezek a napok a cigányzenéről is szólnak majd, hiszen ugyanennek a városrésznek a remek éttermeinek teraszán hallhatják majd a kedves arra járók, turisták és helybelilek ezt a remek műfajt. Én azt gondolom, hogy ezek a kuriozitások tesznek egy várost még érdekessé és izgalmasabbá, és hogyha belegondolnak az elmúlt évek kulturális fejlesztéseibe, a képzőművészeti és kulturális tereknek a megszaporodott számára Füreden, akkor túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Európa turisztikai térképére kerül fel a város. Elég itt mondjuk Kolozsvár elmúlt 15 évére gondolni. Egy ilyen gyöngyszem, ami a város és a benne levő exkluzív programok nagyon izgalmassá tesznek egy helyszínt. Más városokban bikák elől rohangálnak és paradicsommal dobálják egymást, mi szép nőknek énekelünk. Engedjék meg, hogy röviden ismertessem a 198. Anna Bál menüjét. A menü összeállításával kapcsolatban idén különös hangsúlyt fektetünk a hungarikumokra. Révén ugye, hogy az Anna Bál is bekerült a nemzeti értékeink körébe. A bál ugye hagyományosan egy négy fogásos tányérszervizes gála vacsorára épül. A hideg előételünk a idei évben tokhal lesz, amit a régiós tokhal tenyészettől szerzünk be. Beluga lencsével, marinált édeskömménnyel és zöld almával fog a tányérra kerülni. A levesünk az egy szürke marha erőleves lesz, házi tortellinivel, amit libamája fogunk gazdagítani, fűrtojás és rengzöldsége kíséretében. A főételünk az pedig egy kacsamell és mangalica duett fogja alkotni, sült zele, akácméz, áfonya és egy töltött burgonyropogócs fog a tányérra kerülni hozzá, egy rozmaringos zsűk kíséretében. A desszertünk az pedig egy madártej, egy újra gondolt madártej, ezúttal sütemény formájában megjelenítve, különböző bogyós gyümölcsök textúrájával. Ugye éjfélkor is hagyományosan még várjuk a vendégeket egy hideg magyaros vegyes ízelítővel, amelyben ugyanúgy hungarikum termékek, kézműves regionális termékeket, a régió sajtmanufaktúráinak választékát fogjuk megmutatni.
vendégek rendelkezésére fog állni egy frissítő gyümölcsoázis, illetve sós apró süteményekkel kedveskedünk még a vendégeknek. Tulajdonképpen ebből fog összeáll menü, mely reméljük, hogy tetszeni fog a vendégeknek is. Közel 10 éve lehetünk részesei ennek a csodás eseménynek, és úgy terveztük, hogy az idei évben 8 Nonius fajtájú lóval fogunk részt venni az eseményen. A Nonius az egyik legősibb magyar lófajta, és a Mezőhegyesnek köszönhető együttműködésünkkel közel most már az istálunk 80%-a, ha mondhatom, hogy Nonius, ami mind a rendőri, mind a díszelgési és még versenyfeladatokkal is nagyon tökéletesen ellát. Annyi fűszer lehet az idei évben, hogy hallhatták Madarász Őrnagy úrnak a parancsnok jóval, hogy egy fedezőmén Nonius vándor, viszont parancsnok révén hogy rendelkeznie kell egy tartaléklóval is, aki egy picit fiatalabb, így lehet az idén egy másik ősi magyar lófajtát is megpróbálunk becsempészni itt az Annabál feladat végrehajtására. Én szeretném megemlíteni itt ugye, hogy a Nonius és Mezőhegyes révén szeretnék gratulálni és megjegyezni, hogy 1964 óta, több mint 60 év után Aachenben ismét magyar Nonius taposhatta az Zöldgyepet, és elég szép eredményeket értek el a versenyeken. Minden évben nagyon várjuk az Annabált, és én is és kollégáim is nagyon nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy részt vehetünk ezen az eseményen, és igyekszünk az idei évben is minél jobban emelni az esemény fényét. Mészáros Zoltánnal egy banális kérdéssel kezdem. Hogyan került kapcsolatba egymással Európa Kulturális Fővárosa program, illetve az Annabál? Hát én szerintem Balatonfüred, ami hát legyünk azért őszinték, noha mi Veszprémben a régióban gondolkodva pályáztuk ezt a címet meg, de azért, hogyha lehet olyat mondani, hogy az északi part, vagy a Balatonpart kulturális fővárosa, akkor azért azt gondolom, hogy Balatonfüred erre a címre nagyon nagy esélyekkel és jó reményekkel tudna pályázni, és szerintem meg is nyerni, különösen tekintve az utóbbi 10-20 év kulturális fejlesztéseit és város márkázását, amiben a reformkori hangulat és a reformkori kulturális örökségnek a megragadása, és hozzátéve még az Annabált is, meg az Anna fesztivált nagyon releváns részt biztosít. Tehát ez kikerülhetetlen volt, azt gondolom, amikor ugye eldöntötte Veszprém, hogy a régióval együtt, a Balaton régióval együtt próbál valamit csinálni, hogy Balatonfüreddel komoly kapcsolat legyen, és hát azt tudom mondani egyébként, hogy a legnagyobb mértékű, léptékű anyagi tekintetben is támogatásokat, mind infrastruktúra, mind kulturális program támogatásokat azt Balatonfüred városa kapja. Én szerintem ez nagyon rendjén való. Amúgy egyébként ebben a sorozatban minden járásközpont, 11 járásközpont 50-50 millió forintos támogatást kapott a Veszprém-Balaton-Húzószárom ZRT-től a programtól, amit azért jelentősnek tudunk mondani, és hát örülünk neki, hogy, hogy olyan már nagy tradícióval rendelkező, meglévő a terület és a város kulturális örökségéhez szervesen kapcsolódó, hagyományápoló rendezvényeknek a színesebbé tételére, megerősítésére, láthatóbbá tételére, marketingére és kulturális sokszínűségére tudják fordítani ezeket az összeget, úgyhogy sok sikert kívánunk a városnak ehhez. Bartos Balázs az Anna Grand Hotel új igazgatója, és ebben a címben még az is benne van, hogy első bálozó. Hogyan készül erre az eseményre? Köszönöm szépen. Valóban első bálozó vagyok, számomra nagyon nagy megtiszteltetés. Hát örömteli, nagyon örömteli, és egyben azért nagy feladatok elé és kihívások elé nézünk, és sok-sok minden összpontosul, így most meg fókusz van rajtunk. De én úgy gondolom, hogy egy ilyen jó csapattal és egy ilyen jó háttérrel, tulajdonosi háttérrel is bátran és büszkén megyünk ennek a örömteli feladatnak az irányba. Feltételezem, hogy Lengyel Róberttel, igazgatóval, aki korábban volt ugye az igazgatója hotelnek, már konzultált, tapasztalatokat már szerzett, kérdezősködött. Igen. Lengyel úrral is már a kezdetek kezdetén felvettük a kapcsolatot, illetve én is felvettem, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok jó és bölcs instrukciót és tapasztalatot is kaptam tőle, akár csak a kezdésekre, felújításokkal kapcsolatban, és akár az Annabál tekintetében is izgalommal várom, mert valamilyen szinten azért vele már együttműködünk, és kapunk tőle, ahogy említettem, már sok információt, de az Annabál tekintetében még azért még első bálozóként nagy izgalommal tekintek ebbe a eseménybe. A felújításokról még néhány gondolatot, hogyha tudnánk váltani, hiszen azért, ha majd körülnézünk itt a kamerával, azt láthatjuk, hogy a szebbnél még szebb lett. Így van.
Én úgy gondolom, hogy az épület szép lassan, mert most egy pre-opening folyamatban vagyunk, és a felújítás is még a vége felé közeledik. Tehát az épület el fogja nyerni azt a pompáját, és azt a minőségét, amire eredetileg is szerintem született és szánták, és így megpróbáljuk ezt olyan szintre emelni, akárcsak gépészetileg, belső technikailag, mind belső építészetileg, és a külső megjelenése maradhat majd el természetesen. Tehát én úgy gondolom, hogy új pompájába fog az Anna Grand Hotel megnyílni, és méltán lesz híresen a Balaton égköve. Örökös partnere a Füredi Annabának a Herendi Porcelán Manufaktúra, minden évben meg tudnak újulni. Engem itt a sajtótájékoztatók során egy érdekes szám fogott meg, hogy 800 fölött van annak a száma, ahány színnel bírnak önök? A Herendi Porcelán Manufaktúra nagyon nagy figyelmet fordít az innovatív termékfejlesztésére, és ennek az is része, a folyamatos megújulásunknak az is része, hogy nagyon sok színnel dolgozunk. Ha valakit megkérdezünk, hogy hány szín tudna felsorolnak, akkor a bátrabbak még elmennek 15-20 szín felsorolásaig, de egészen biztosan nem tudnak annyi szín félét felsorolni, mint ahányal a Herendi Porcelán Manufaktúra rendelkezik, hiszen több mint 820 különböző festékszínünk van. És ezeknek a festékszíneknek az érdekességét az adja, hogy ezek nem tiszta színek, hanem egy titkos receptúra alapján több színből összekevert festék. Ez azt jelenti, hogy soha senki ezeket a színárnyalatokat, amelyet a Herendi Porcelán Manufaktúra el tud készíteni, az egészen biztos, hogy nem tudja utánozni. Úgyhogy ebből a hatalmas színválasztékból tudunk megújulni, és évente mintegy 300-400 új alkotással a tradicionális mintáink mellett meglepni a világot. Az arany, a platina és a bronz, ha jól emlékszem, amelyik elhangzott még a mai napon, mint szín, meg anyag. Újítottunk az idei Annabálon is, hogy bár tradicionális mintákat, de megújult színkombinációval készítettük el az idei díszserlegvázáinkat, és a különböző díjazottak között úgy is különbséget tettünk, hogy arany, platina vagy éppen bronz színnel díszítettük a serlegeket. És azért platinával, mert hogyha ezüsttel tennénk, akkor ez egy idő után oxidálódna, viszont a platina egy olyan jellegű festék, amely még akár 300 év múlva is azt a csillogását hordozza, amelyet maga az Anna Bál is hordoz. Tegyük a szívünkre a kezünket, illetve tegyük majd a hölgyek nyakába a szíveket. Mit kell ezekről, mit lehet ezekről már most tudni? Itt is megújultunk, és egy újfajta színnel jelentkeztünk. Minden évben trendelemzéseket végzünk, hogy az adott évnek, az adott időszaknak melyek a legkedvencebb, divatosabb színei, és így esett a választás az idei esztendőben egy babakék színre, amely úgy gondolom, hogy utal a Balaton gyönyörű kék színére, utal Herend megújulási képességére, és mindenképpen büszkék vagyunk arra, hogy az idei annabálozóknak a nyakába is ez a herendi szív fog kerülni. Mint hogy annak is örülünk, és ezt minden évben elmondom, hogy bárki is lesz a bál legszebbje ebben az esztendőben, legmagasabbra a Herendi Porcelánt fogják emelni. Záró kérdés, alig 2 esztendőre vagyunk, vagy 3-ra, hogyha másképpen számolunk. A 200. annabáról készülnek már erre valamilyen titkos fortéllyal? Nem csak az Anna Bál jeles évfordulójára, de a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves évfordulójára is készülünk, hiszen 3 év múlva a Herendi Manufaktúra is 2 évszázados lesz, és természetesen méltó módon meg fogjuk ünnepelni ezt a jeles évfordulót, és azt a találkozást, amelyet Balatonfüred és a Herendi Porcelán Manufaktúra jelent. Nem lenne teljes az Anna Báli előzetes, hogyha nem beszélnénk arról, hogy vajon hány ember jöhet majd ide be a bálba, és vajon van-e még olyan jegy, amelyik szabad, magyarul eladó? Már elfogytak a jegyek, gyakorlatilag minden évben így járunk, kinőttük igazából a helyszínt, de ragaszkodunk ehhez a helyszínhez, az Anna Grandhoz. Idén most szintén egy sátorral bővítjük ki a lehetőségeket, hogy még több vendéget tudjunk leültetni. Közel 600 vendége lesz az Anna Bálnak. A jegyárak egyébként 85 ezer és 95 ezer forint a sátorban, egy kicsivel olcsóbbak ez a kategória, de mindegyik, mind a sátorban, mind bent is ugye a rendi tálalásokkal találkozunk. Ha pedig valaki netán visszamondja a jegyet, honnan tudhatja meg, mondjuk internetről vagy egyéb forrásból? Az Anna Bálnak van Facebook oldala is, egy hivatalos Facebook oldala, illetve a honlapról is tudnak érdeklődni. Látják az eredményeket, hogy van-e még jegy. Itt a sajtótájékoztató egy nagyon-nagyon fontos eseményről is beszélt, ez pedig a 2025-ös
2% annabál. Erre már most készülnek. Egy-két titkot áruljon el a Regina TV nézőinek. Jó, időutazásnak lehetünk részesei ebben a három évben, és egy-egy korszakot szerettünk volna kiemelni az annabál történetéről, vagy érdekességet, hogy Balatonfüreden hogyan zajlottak az annabálok valaha. Most ebben az évben az 50-es, 60-as évek lesz a fókuszban, és a Táncdal Fesztivál, ami nyilván a zenei vonalban jelenik majd meg. Wolf Péter karmester lesz egyébként, aki fölvállalta, hogy ennek a produkciónak a bálban a karmesteri munkáját, és Wolf Katival a lányával is találkozhatunk nyilvánvalóban, illetve a Cotton Club Singers énekesei fognak még fellépni. Az 50-es, 60-as éveken túl, jövőre pedig a századforduló és a 20-as évek lesz a fókuszban, és 2025-ben jutunk vissza a kezdetekhez, a 19. századba, az 1825-ös alapítástól kezdve. Mind a stílusában, mind a művészeti tartalmában, mind a kreatív tartalomban, megjelenésben ezeket a korszakokat fogjuk megidézni. Három nap, háromféle zenei program számokkal kezdtük. Mondjuk el, mi áll emögött a számok mögött? Az egyes szám mögött az opera énekkara áll. Mindig az énekkari művészeink töltik itt a csütörtök estét. A karigazgató Jókcsiki Gábor karnagy vezényletével opera részleteket adnak elő, és ilyenkor az énekkari művészek, hisz ők professzionális operaénekesek is egyben, elő is tudnak lépni, és szólókat énekelnek. Úgyhogy egy vidám, népszerű részletekre épülő műsor várható most is. Talán kapcsolódik a nyár hangulatához. Igen, így van, tehát tudni kell mindig, hogy az ember kiknek muzsikál, és hol lép fel, meg azt is, hogy mikor. És ez a nyári este széles körnek, mindenkinek, és ráadásul a Balatonfüredi gyógytéren, ez olyan műsort szugerál, amelyik tényleg minket is arra kell vezessen, hogy ez itt most nem a legkomorabb köldöknézős opera időszaka, hanem a vidámsági, a rövid részleteké, a vidámabb részleteké, és hát azoké, amelyeket azért a többség ismerhet is. Nézzük akkor a bál előtti napot, ez ugye a péntek. Kettes számú nap, kettes szám mögött áll egy zenekari opera gála. Itt lesz a Magyarországi Operáz zenekara, és egy ifjú karmester vezényletével, Zsíros Levente lesz a karmester, 7 próbás énekesek lépnek fel, László Boldizsár, mint tenorista, aztán a bariton szekciót Szegedi Csaba képviseli, a mezzoszoprán hölgyeket pedig Gál Erika, ők mind a legnagyobb reputáció énekeseink, és mellettük lép föl velük együtt egy ifjú szoprán énekesnő, most végzett a Zeneakadémián, Marton Éva növendékeként, Tuznik Natália. És egy teljesen Verdi program lesz, tehát a legnépszerűbb zeneszerzők egyike, a legnépszerűbb nyitányon indítjuk el a végzet hatalmával, és így megy az egész este, tulajdonképpen nagyszabású művek, drámai részletekkel is, de hát Verdinél azért ez egy alapkövetemény, egy vígoperája volt, amit szoktunk játszani, úgyhogy ez egy míves opera este lesz Giuseppe Verdi életművének jegyében. És elérkezik a bálnapja. A bálnapja az a harmadik számú művészeti attrakció, ilyenkor most már nagyon sok éve, hál' Isten, a Magyar Állami Operaház balett együttese, saját nevén a Magyar Nemzeti Balett lép színre, és eltáncolják a Hunyadiból a Palotást, és aztán következik a Kék Duna keringő. Viszont az is szép ebben, hogy ezt már mindig a Veszprémi Mendelssohn zenekar szolgáltatja ezt a zenét, tehát itt már összesimulunk a térség meghatározó kamarazenei formációjával, akiket egyébként gyerekkoromból ismerek, hiszen én is veszprémi vagyok.